Nem tudom, hogy szavakba lehet-e egyáltalán önteni, hogy milyen volt ezt a diagnózist hallani. Amikor Amy Henley meghallotta, hogy rákos, tudta, hogy nem csak az ő élete forog kockán. 6 hetes terhes voltam, 38 éves, és 3. stádiumú végbélrákom volt. Egyetlen dolgot tudtam csak tenni, térdre borulni és imádkozni. Amy-t egy héttel később megműtötték. Az orvosok 8 cm távolítottak el a végbeléből. Néhány nappal később elkeserítő hírrel keresték meg az orvosok. A rák áttétes, amit kemoterápiával még tudnak kezelni, de ennek ára van. Azt mondták, hogy 45%-on van a túlélésre, ha elvetetem a babát. Abortusz nélkül azonban nincs esélyem. Ezt több orvos is megerősítette, de az abortusz nem jöhetett szóba számukra. Milyen jogon ölhetnénk meg egy még meg nem született babát? Egy olyan babát, akinek minden esélye megvan, hogy ugyanolyan felnőtt legyen, mint én. Ki jogosít fel minket arra, hogy ilyen döntést hozzunk? Annyi ember mondja azt, hogy én életpárti vagyok, kivéve ha... Nos, én nem hiszek a kivételekben. Én magam voltam a kivétel. Egy olyan anya, akinek azt mondták, hogy vagy a te életed, vagy az övé. Végül találkoztak egy újabb onkológussal, dr. Nicolina Kosszal, aki felírta a kemoterápiás kezelést. Nem voltam meggyőződve, hogy teljesen biztonságos lesz, de a merrákkal és egyéb rákokkal kezelt betegeim tapasztalatai nyomán reméltem, hogy bizonyos gyógyszerek mellett sikerülni fog. Másfajta rák volt, mint amiről a tanulmányok beszéltek, de azt mondta, hogy talán működni fog. Nem ígért semmit, de azt mondta, hogy kezel így, ha én azt akarom. Amy 14 hetes terhes volt, mikor megkezdték a kezelést, de ő és Bobby tudták, hogy a végeredmény Istentől függ. Folyamatosan imádkoztunk minden nap. Volt, hogy számomra ismeretlen emberek jöttek oda hozzám az utcán, akik hallottak a helyzetünkről, és megkérdezték, hogy imádkozhatnak-e ők is értünk. Ez nagyon felemelő volt. Még nehezebbé tette a helyzetet, hogy nem tudták meghatározni, milyen hatással lehet a kemoterápia a gyerekre. Semmit nem tudtunk arról, hogy mi történhet közben a babával, de békességünk volt. Még Amy nőgyógyásza, dr. Szepesi is tudta, hogy a gyermek Isten kezében van. Hátra kellett lépnem, és azt mondanom, hogy én nem igazán tudok mit tenni. Csak annyit tehettem, hogy elmondtam az anyukának, hogy minden jónak tűnik. Én itt vagyok mellette, és kész vagyok császármetszést végezni, amikor indokoltnak tűnik. 11 kemoterápiás kezelés után eljött a tervezett császármetszés ideje. Több pásztorbarátunk eljött a férjemmel. Körbeálltuk az ágyamat, megfogtuk egymás kezét, és imádkoztunk a babáért, meg a szülésért. Amennyire csak biztos lehet az ember a dolgában, annyira egyértelmű volt aznap reggel, hogy ezt meg kell tennünk. Az, hogy idáig eljutottunk, csak abban erősített meg bennünket, hogy továbbra is mindenért Istennek adjuk a dicsőséget. Joshua Henley 2010. augusztus 28-án teljesen egészségesen született meg. Én csak sírtam. Annyira örültem, és nagyon, de nagyon hálás voltam. Nem csak a kisfiam volt egészséges, hanem a feleségem is életben volt. Ez a teljes ellentéte volt annak, amit az elején mondtak nekünk. Én extázisban voltam. Egészen elképesztő volt. A most 5 éves Joshua egy tipikus aktív kisfiú. Számomra csoda, hogy ez a helyes kisrác most itt futkározik, mint mindenki más. Rendkívül örömteli a tudat, hogy ez a gyerek egy nap felnő, teljes életet fog élni, és lesz családja, aki szereti. Nem sok ilyet látok. Ami Amy-t illeti, számára is sikeres volt a kezelés, és azóta nem mutatkoztak a rák jelei. Az Úr nagyobb bármilyen helyzetnél, amibe belekerülhetünk. Mindegy, hogy mi történik. Ha az ember Isten akaratában van, akkor a lehető legbiztonságosabb helyen van. Mindegy, hogy hogyan végződnek dolgok. Ha az ember Isten akaratában van, akkor mindig ott is akar maradni. Isten minden helyzetben uralkodik. Isten mindig mindent az irányítása alatt tart. Azt is megtanultam, hogy nem kell mindent megértenem, amit Isten tesz. Elég, ha tudom, hogy ő látja a dolgok kezdetét, és látja a végét is. Az ő akarata tökéletes. És ebben megnyugodhatunk.
Bízhatunk benne, hogy mindenről gondoskodik, még akkor is, ha nem értünk mindent. Bízzon benne. Ő segít.